Botkok, be kéne jönni? Gyertek gyorsan! A világ legbarátságosabb vadállata jelzővel is szokták illetni a kapibarákat, akik valóban nagyon szelídek és hősiesen tűrték a forgatásunkat is. Azért látogattuk meg őket, hogy megnézzük a fél éve született almot, mely most már elég erős ahhoz, hogy a kamera is mustrálja őket. Itt két alom van már. Mindkettő alom tavaly született igazából, de a kisebb méretűek ők születtek ott az őszi időszakban. Kapibarák egész évben szaporodó képesek. Nálunk a legelső a két nagyobb gombóc, ők születtek nyáron, meg utána nyár végén, szeptemberben lett a négy kisebb egyed meg. Kis barátkozó természetűek, nagyon kíváncsiak egyébként, de minden hirtelen mozdulattól meg tudnak ijedni. Szeretik a simogatást is, meg a mindenféle kis cirógatást, de ahhoz el kell telni pár percnek, hogy ilyen kis barátkozóak legyenek. A tengeri malacfélék családjába tartozó faj Dél-Amerika vizes területeinél. Mivel a leginkább társaság kedvelő vadállat címet is elnyerhetné, így több fajjal is békében egy kifutóban társítható. A ma élő legnagyobb rágcsálóként tartják számon. Egy kifejlett egyed akár 75 kg-ot is nyomhat, testhossza pedig elérheti a 140 cm-t, de ekkorák nincsenek Jászperényben. Kicsikről annyit érdemes még tudni, hogy amint megszülettek, ők pár órán belül már elkezdenek ismerkedni a szülőknek a táplálékával. Annyira fejlettel jönnek a világra, hogy ugyanúgy az alapvetően az anyatej, amit a nap nagy részében elfogyasztanak, de tényleg már első naptól kezdve elkezdenek a szülőknek, tehát a szilárd táplálékkal is ismerkedni, és ők már leválaszthatóak a szülőtől. Nem is nagyon, tehát szopizni ők már nem szopíznak, a szilárd táplálékot fogyasztják csak, hogy igazából őket is választhatják, ha van állatkert, aki el szeretné őket vinni. Érdekesség a trópusi területeken honos kapibarákról, hogy kiváló úszók és búvárok akár 5 percig is képesek a víz alatt maradni. Növényi étrenddel táplálkoznak, és hatalmas mennyiségben képesek füvet, bokrokat, gyökereket és vízi növényeket fogyasztani, pláne, hogy nagy 20-30 fős csoportokban élnek. A jászberényi család létszáma még csak most fejlődik, és akár évekig is együtt maradhatnak. Sőt, ahogy megtudtuk, Torzió a hím nem lustálkodik, mert párja Sabrina vélhetően ismét vemhes.